a közúti szállító vagy vontató eszközt, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is járműnek nevezzük. A gépjármű olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. Ezek a gépkocsik és a motorkerékpárok. A mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a moped és a villamos azonban nem minősül gépjárműnek. A gépkocsi olyan gépjármű, amelynek négy vagy több kereke van. Ilyenek a személygépkocsik, az autó és trolibuszok, a vontatók, a nyerges vontatók és a tehergépkocsik. A lassú jármű olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt, és sík úton önerejéből 25 km per óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes. A moped olyan két, három vagy négy kerekű jármű, amelynek tervezési végsebessége a 45 km per óránál nem nagyobb, és saját tömege legfeljebb 350 kg. A veszélyes anyagot szállító jármű olyan jármű, amelyet elején és hátulján narancssárga alapszínű, felirat nélküli vagy felirattal ellátott táblával jelöltek meg. A figyelmeztető jelzést használó jármű sárga villogófényt használ. Alkalmazásával leggyakrabban az útépítést, útjavítást végző gépeknél találkozhatunk. De villogó sárga fényjelzést használnak például a sövénynyírógépek és a kukásautók is. Megkülönböztető jelzéseket használó gépjármű villogó kék vagy piros fényjelzést és szirénát vagy váltakozó hangmagasságú más hangjelzést használ. Ilyen például a tűzoltóautó és a mentőautó.